25 millió forintos összköltségvetésből teljesen megújult a műemlék Previcsház felső őrs központjában. A beruházás részeként a faluház egyik terméből a közel 100 négyzetméteres épületrészbe költözhet a községben működő minden szociális ellátás. Én azt gondolom, hogy a munkatársai munkavégzése az ugyanolyan optimista, ugyanolyan alázatos lesz, mint eddig. Nagy különbség viszont, hogy eddig a polgármesteri hivatal egyetlen termében valósult meg minden szolgáltatás, és ezeket kellett összehangolni, az idősek nappali ellátását, a házi segítségnyújtás szervezését, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működtetését. Most mindenkinek önálló helyisége van, és ki tudjuk nyitni ezt az épületet közösségi programokra is. Hát bízom benne, hogy a szakmai színvonal csak jobb lehet még ennél is, ami eddig volt. Az avató ünnepségen a polgármester köszöntötte a program résztvevőit és az érdeklődőket. Szabó Balázs köszönetet mondott a korábbi döntéshozóknak a pályázaton való indulásért. Kiemelte azt is, hogy Almádi gesztorságával alacsony önrész mellett példamutató beruházást valósíthattak meg. Nagy öröm az is, hogy eredeti stílusban, tehát egy balatonfelvidéki népi építészetnek a stílusában sikerült felújítani, és az örökségvédelemmel karöltve viszonylag eredeti állapotában mind kívül, mind belül megtartani ezt az épületet, és egy olyan új funkciót adni neki, ami a jövőben mindenképpen a felsőrsiek minden korosztálynak az érdekét fogja szolgálni. Avató beszédet a Gesztorváros polgármestere mondott. Keszei János kiemelte, hogy Felsőrsön, Balatonfűzfőn, Szentkirály Szabadján és Almádiban összesen 136 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást kaptak a szociális infrastruktúra fejlesztésére, amihez a településeknek 16 millió forintos őrészt kellett biztosítaniuk. A beszédet követően a helyi iskolások gyermekjátékokat mutattak be, fiatal gitártehetség is fellépett, és műsort adott a Buzavirág népdalkör. Fog még az a csipkebokor, sej rózsabokor teremni, fog még engem az a hűtlen, ki elhagyott szeretni. Az avató ünnepséget követően birtokba vehették a felsőrsiek akkor hűen felújított épületet. A kivitelezők minden részletre figyeltek, így meghagyták a szabad kéményes konyha tetejét, és az egykori boros pincét is megszépítették. A föld alatti helyiségben az ünnepség okán borkóstolót is tartottak, de a jövőben szigorúan közösségi térként funkcionál majd.